Sziasztok! Az élet nagyon bonyolult és összetett. És így minden ember, ahogy kezdi az életét, akkor összeszedi a tapasztalatokat, párszor hibázik, utána tudja, hogyan kell csinálni, és akkor így minél öregebb, annál több tapasztalattal rendelkezik, és akkor könnyebb az élet. De nem feltétlenül fontos, hogy az ember a saját tapasztalattal tegye meg mindent, hanem a szülők, nagyszülők már tapasztalatával azt tudja igénybe venni, és így sokkal könnyebb, amikor emberek már hibáztak, és már tudnak, mi az a helyes, sokkal könnyebben fog menni az élet. Ha ez igaz a mindennapi életben, a sima viselkedés, illemtan és ilyesmi, annál is inkább igaz ez a zsidóságban. Ott is rengeteg tapasztalatra van szükség, hogyan kell szombatot tartani, hogy néz ki egy szombati asztal, hogyan kell viselkedni a családban, mint szülő, mint gyerek, mint férj, mint feleség, stb. És itt is az ember összeszedi a saját tapasztalatok a zsidóságon, és az nagyon sokat segít, de ha az ember igénybe veszi az elődjének a tapasztalatai, akkor még könnyebben fogja tudni tenni. A heti szakaszban olvasom, hogy az örökkévaló lejön a Színái hegyre, és elmondja a 10 parancsolatot. Az 5. parancsolat úgy szól, Kabedete vihaveti meha, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a Földön. Egyszerű magyarázat szerint, hogy ez egy jutalomról van szó, ha az ember tiszteli a szülőket, akkor az a jutalom, hogy hosszú életű lesz. De az egyik rabbi úgy magyarázta, ha tisztelni fogod a szülőket, és tisztelni fogod azt, amit ők tanítanak, amit ők, ami az ő életüknek a lényege, akkor a te életed hosszabb lesz. Miért? Mert te most 20, 30, 50 éves vagy, plusz a szülőknek az élete, az ő tapasztalat és az ő tanításai, az még 70, és a nagyszülőknek azért, akkor így már 200-300 évvel rendelkezett. Azért nagyon fontos tisztelni a szülőket, és igénybe venni azt a vallási tanítás és útmutatás, ami nekik van, mert így nagyon hosszú lesz az életed, és akkor a tied lesz ez a sok tapasztalat, és sokkal könnyebben és hatékonyabban fogod tudni élni az életedet, illetve továbbadni a gyerekeidnek. Köszönöm szépen!